A vád szerint 2023. augusztus 22-én, délután Szolnokon családi vita alakult ki egy Szolnoki férfi lakóhelyén. A vita az udvaron dulakodásig fajult, amikor a vitát kezdeményező családtag telefonon odahívta a fiát, a vádlottat, akivel együtt érkezett a lánya is a másik vádlott. Ők is bekapcsolódtak a szóváltásba, melynek során az apa azt kiabálta a lányának, hogy ő szúrja meg a késsel a férfit, mert őt nem büntetik. Erre a lány a nála evőeszközként a táskájában lévő 9 cm penge hosszúságú konyhakéssel egyszer a vállán, a lapocka tájékán megszúrta a sértettet. A férfi 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett, azonban az elkövetés eszköze és a megszúrt testájék alapján a cselekmény alkalmas volt súlyosabb 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására. Az apa a 16 éves gyermekének erkölcsi fejlődését súlyosan veszélyeztette azzal, hogy lányát a bűncselekmény elkövetésére rávette. Az ügyészség a vádiratában a büntetlen előéletű férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, míg a szintén büntetlen fiatallal szemben próbára bocsátásra és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. Az ügyben a szolnoki járásbíróság fog dönteni.